evangélikus templom orgonája ki tudja hányadik virágkorát éli. Így 200 évesen sok mindennek volt tanúja és elszenvedője is. A hangszer a maga nemében kivételes alkotás, de erre csak sok év után derült fény. A történetet az az ember meséli el, aki nagyon sok munkát végzett a megmentéséért és újraélesztéséért. Háfenstedt Károly akkor Szekszárdon teljesített szolgálatot. Úgy történt az egész, hogy pontosan 90 esztendővel ezelőtt, ezen a napon szentelte Kapi Béla püspök fel a templomot, de hát természetesen akkor egy nagyon nehéz időszak után nem volt pénz arra, hogy egy hangszer kerüljön a karzatra. A bonyhádi gyülekezet abban az időben gondolkodott azon, hogy egy új és modern orgonát szerez be, és a régi leselejtezi javítás helyett. Nem tudták, hogy milyen kincs van a birtokukban, hiszen egy kicsit magyar, kicsit német az építőjék nyomán, lehet ezt így mondani, tradícióval rendelkező barokk orgona szunnyatott, akkor már hát majdnem Csipke Rózsika álmát alva a bonyhádi karzaton, és ezt a hangszert felvásárolta volna anyagárban a pécsi Angster gyár, akik az új bonyhádi orgonát készítették. Erre persze azt mondták a derék bonyhádi sváb emberek, hogy akkor inkább odaadjuk a szekszárdi evangélikus kistestvérnek, így került ide. Annyira megszólaltatták, hogy az éneket lehetett vele kísérni, de hát a Csipke Rózsika álom az még évtizedekig eltartott. Az akkori lelkésznek, a templomépítő lelkésznek a fia hihetetlen igyekezettel életben tartotta ezt a minimál funkciót egészen a 80-as évek végéig, tehát a gyülekezet énekét tudta kísérni. Németh Pál tudta, hogy hol kell rácsapni, vagy megrúgni az orgona oldalát, hogy azért megszólaljon, de hát azért ráfért egy nagy javítás. És ekkor Háfenstedt Károly gyűjtésbe kezdett, hiszen a lehetőségek messze elmaradtak a szükségességtől. Elkezdtünk kutatni, és kiderült, hogy az elképzeltnél is értékesebb ez a hangszer, még romokban is, és hát nagy álmunk volt, hogy ebből egy olyan hangszer lesz, ami a barokk irodalmat meg tudja szólaltatni, és egy messzeföldön híres hangszerként tud itt a funkciójában működni. Volt rá 18 ezer forintunk, volt egy 8 milliónál nagyobb költségvetésünk, tehát abszolút irreális volt, a lelkesedés annál nagyobb volt, és részben a paksi atomerőműnek az első kis injekciója egy lökést adott, hiszen az akkori vezérigazgató Pónya József evangélikus hátterű felvidéki ember volt, aki mondta, hogy ezt el kell indítani, és aztán egyre többen csatlakoztak be. Hallatlan, izgalmas dolgok voltak, mert menet közben derültek ki azok a titkok, hogy mi van az első, második, ötödik, nyolcadik réteg alá festve, hogy ez az angyal szobor, ami ott középen fújná a trombitát, ősi keresztény jelkép, az hogy kerül elő hátulról az egyik pad alól, és kiderül, hogy ez a szürkére festett angyal szobor egy mosolygó, sokszínű kis angyal. Kiderült, hogy olyan sípok vannak, amik hát 1804-es javítási dátummal szerepelnek, tehát nagyon-nagyon régi dátumok kerültek ki az orgona belsejéből, aztán voltak nagy sztorik is persze, mert az orgonagyárból az éppen elkészült, restaurált sípsorokat hoztam, és Budapesten ellopták autóstul a sípokat, úgyhogy itt mindenféle izgalmas történet volt, meg lett, igen, nem tudták mire használni, azt hitték, hogy kályhacső, úgyhogy ebbe is izgalmas történetek voltak. Summa summarum egy nagy anyagi, szellemi, lelki összefogással elkészült a hangszer, és hogy milyen kiváló és értékszúnyat itt akkor derült ki, amikor egy nagy nemzetközi orgonaversenyt rendeztünk, aztán 92-ben itt, amire igazi nyugat-európai nagy szaktekintélyek is eljöttek zsűrizni, és hát rácsodálkoztunk arra, hogy mi mindent tud ez a hangszer. Thank you.
azóta eltelt hosszú idő, 2,5 évtizednél is több, és az orgona szól, és reméljük, hogy ez még sokáig. Vigyázni kell rá, karban tartani kell, de ez a hangszer, ha megszólal, akkor az Isten dicséretére is, a gyülekezet örömére is, és hát a kultúra gazdagítására is maximálisan alkalmas.